Jó estét azoknak, akikkel itt találkozunk először a mai estén. Ha valaki az egyenes beszédet nézte az ATV-n, akkor pedig tudja, hogy az előző percben a kontrát láthatták. A kontrában pedig vendégünk Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke volt. Két újságíró kollégával, Gulyás Balázsa és Puggor Andrással beszélgettünk az MSZP országgyűlési képviselőjével. És beszélgettünk az előválasztásról. És akkor most azt a fonalat ne is engedjük el. A most csatlakozó nézőknek elmondanám, néhány mondatban, hogy az első fordulót sikeresnek ítéli az MSZP és általában a baloldali pártok, a második fordulóval kapcsolatban pedig számtalan kérdés felmerül, elsősorban Puzsér Robert igénye alapján, hogy legyen online regisztráció és online szavazás mindenki számára, aki ezt igényli. Ő ilyen módon menne bele ebbe a második fordulóba. Van erről egy megállapodásuk a szereplőknek, Karácsony Gergelynek, Molnár Zsoltnak és Puzsér Robertnek. Ám most kiderült, hogy ez nem annyira egyszerű, mert kell hozzá az állam együttműködése, hiszen ügyfélkapunk keresztül tervez ezt az MSZP megvalósítani, valamint a szavazóknak kell egy elektronikus aláírás, ami nem annyira, vagy digitális aláírás, ami nem annyira egyszerű dolog, mert az egy újabb procedúra, amiért tényleg el kell menni még egyszer az ügyfélkapuhoz, és azt meg kell igényelni. Hogyan fordulhat az elő? Cica gombolyakban. Hát igen, hát hogyan fordulhat az elő, hogy most is itt tartunk, miközben hónapok óta erről beszélget mindenki. És én azt is nehezményezem, azt elfelejtettem Molnár Zsoltnak mondani, illetve kevés volt az idő, hogy azt ígérte, hogy én a szavazatszámlálásnál részt vehetek. Ezt műsorban ígérte meg, és nem hívtak, hogy számláljam a szavazatokat. De egyébként tényleg, tehát hogy lehet ennyire amatőr, az MSZP-nek a legszebb időszakát idézi ez a dolog, hogy lehet ennyire amatőr egy országos politikai párt, hogy belemegy egy olyan szándéknyilatkozatba első körben, ami... azt se tudja, hogy megvalósítható vagy nem, és aztán eltelik másfél hónap, és akkor sem. Egon közben lehalkított engem. Igen, mert hirtelen megszólaltál. Ja, mert hogy az egy fontos információ, akkor most el is veszem a szót, tőled mindjárt vissza. A formátumot is reklámozzuk. Hogy szeretnénk, hogyha önök kommentárjaikkal, kérdéseikkel, hozzáfűzésekkel színesítenék a műsort, az nekem látnom kell, hogy mit írnak. Most nem csak látvány volt, hanem hangvány is, tehát hirtelen én szeretem a saját hangomat, tehát ez semmi probléma. De hát hallod belülről is. Ez azért így túlzás lenne. Na. Tiéd a szó, visszaadok. Még annyit, hogyha már formátumnál tartunk, hogy egy kicsit olyan, mint ez az átülő, hogy ide átültünk mi, ez olyan, mint amikor van az a játék, tudjátok, az a székfoglalós játék, hogy mindig egy székkel kevesebb van, és le kell, helyet kell foglalni, helyet kell foglalni, amikor vége van a zenének. Vagy amikor vége van a szövegemnek. Előválasztásról jutott eszembe? Erről. Hát nem tudom, egyszerűen abban vagyok bizonytalan, hogy egyáltalán Puzsér akar-e széket magának enni az asztalnál. Tehát már nem ennél, hanem az előválasztási asztalnál. Nem egy nagy hekke az egész. Még továbbra is ez a kérdésem. De olyasmi jellege, hogy nem arról van ez szó, hogy az LMP támogatottjának jó a második hely is, és most már megnyerte azt, amit meg akart nyerni, és az egésznek továbbra már nincs sok értelme. Ezért jönnek ilyen nem tudom, nem akarom nagyon jellemezni, milyen történetek. Kedves nézőtől, jönnek ám ötletek, tehát azon túlmenőnek, hogy kérdezi Papp Gábor, hogy csak kritizálni tudsz-e, vagy van ötleted is arra, hogy kéne ezt lebonyolítani. De van, akinek ötlete is, Tarnay Mónika azt írja, hogy saját telefon, saját kód, épp úgy, mint a banki utalásoknál, és az visszakövethető és igazolható. Telefonos, az nem tűnik rossz megoldásnak egyébként. Jó, valószínűleg nem nekünk kell ezt megoldani. Vagy egy okos telefon alkalmazást, tessék, üzenem annak a nézőnek, aki azt mondta, hogy nincs ötletem. Okos telefon alkalmazás. Hát te most visszajössz. A részleteit ugyanannyi idő alatt fogom kidolgozni, amennyi idő alatt nem dolgozta ki az MSZP december 20-a óta. De tényleg van egy olyan történet, vagy olyan szint, amiben nekünk nem kell belemenni. Tehát nem az a dolgunk nekünk, hogy megmondjuk a pártoknak azt, hogy mit csinálják, de elmondhatjuk a véleményünket róla, de nem hiszem, hogy nekünk meg kéne határozni azt, hogy most mivel szavazzon. Ezt találják ki ők. Hát csak van valami intellektuális szint, ami ezzel rendelkezik. Reagálva az előzőre, amit mondtál, hogy Puzsér nem biztos, hogy igazából részt akar venni, vagy mennyire komoly a szándéka. Én nekem meg az az érzésem egy kicsit, hogy továbbra is annak ellenére, hogy ő a szavakkal azt mondják, mármint a pártok, akik itt jelöltet állítottak, jelesül az MSZP meg a Párbeszéd, hogy szavakkal azt mondják, hogy nekik mindegy, hogy melyik párthoz tartozik, a legjobbat kell megtalálni, és egy az egy ellen, Tarlós le kell győzni. Én még mindig azt a reakciót érzem, ami volt a 2014-10-14, meg a 14-18-as ciklusban, hogy azért mégiscsak
szavakban szépeket mondunk, de azért mégiscsak a mi jelöltünk legyen ott, és ne egy másik jelölt. Én hát meg ezt érzem. Ez egy érvényes ambíció, lássuk be egy párt részéről. Jó, és az MSZP ezügyben tulajdonképpen gesztust is gyakorolt, mert mondhatta volna azt, hogy Horváth Csabát indítjuk pont. Jó, hát ez a pont, ez most már a harmadik vagy negyedik pont lett volna, és ingyenes BKV-stól, meg mindenestől egyszer sem jött be. Ez így van. Azt írja Ágoston Imre, vagy Imre Ágoston, ezt én most megállapítani őszintén szóval nem tudom, ez a Facebook csodája, hogy mikor fogunk rájönni arra, hogy Puzsér a Fidesz trójai faluba. Ti hisztek ebben? Mert ez a népmesei elem, ez állandóan is újra és újra előkerül. Ez kell minden pártról előjön, akár az előbb itt ült politikusról is elhangzott már, hogy... Ennél konkrétabb érvekkel. Konkrétabban jelenti, a Botka mondta azt, hogy ő a Fidesz trójai lova, de hogy tulajdonképpen ez, aki nem tartozik igazán a fősodorba, az még nem biztos, hogy az ellenérdekelt felett képviseli. Ez mindenki a személyes ambíciója. Az biztos, hogy egy Fidesz stratégiai nézik ezt a castingot, már pedig miért nem néznék, vagy ezt az előválasztásos hát valamit, az biztos, hogy röhögnek a markukba, azt tuti. Valószínű, de ennél nagyobb csapás lehetett volna, és az ő szempontjukból hál' Istennek nem lett, hogy szétverhették volna egymást, szétszivathatták volna egymást azzal, amit a Horváth Csaba szíthatta volna keményebben a karácsonyt, és akkor abban a pillanatban még jobban örült volna a Fidesz, de megmaradtak a keretek között a fiúk, úgyhogy nem volt ez akkora háború. Nem, ezt a részét ügyesen intézték. Na jó, előválasztás most egy kicsit nyegelve. Szerintem lesz bőven időnk, az európai parlamenti választás után lesz a második forduló, ha lesz egyáltalán, addig ezt számtalanszor végig fogjuk beszélni, és hát azt ígérte előbb Molnár Zsolt, hogy még visszatér hozzánk azzal a hírrel is, hogy mi lesz a megoldása a technikai problémának az online szavazáshoz. Itt járt Vadai Ágnes, aki kapott Polt Pétertől egy meglepő választ, mert önmagában meglepő, hogy egy olyan választ kapott, ami tárgyszerű. És ebben a válaszban az szerepel, hogy bizony több száz olyan eljárást folytatott le az ügyészség és annak nyomozati szervei, amely az Ukrajnából betelepült és magyar nyelvet nem is ismerő, bár magyar állampolgársági esküt tett korábbi ukrán állampolgárok letelepedésével kapcsolatos. És hát néhány ügyben vádemelésig is jutott. Itt konkrétan valakik valahogyan csalnak a magyar állampolgárság osztogatásával. Másképp ugyanis ez nem elképzelhető. Innen kéne kezdeni talán a nyomozást, és akkor eljutunk nem sokára oda, hogy hogyan zajlott az a választás, ahol magyarul nem beszélő Ukrajnából áttelepült emberek szavaztak az országgyűlési választáson a határ mentén. Hát ezt azért nem ismerte be Polt Péter természetesen. De hát feltételezhető, hát hiszen most nyomoznak olyan emberek ügyében, akik magyar állampolgárságot kaptak, magyar lakcímmel rendelkeznek, következésképpen magyar szavazati joguk. Hát azt tudjuk, de András egyébként ennél nálam lényegesen több információval rendelkezik, hiszen ő a terepen járt. Én csak annyit vetnék közben, hogy azt tudjuk, hogy meglepően áprilisban meglepően sok volt, vagy több volt az 4 évvel ezelőtti választáshoz képest a határmenti településeken a szavazóknak a száma, és nem egy-két emberrel, hanem azért szignifikáns különbség volt. Persze, de már jóval korábban lehetett statisztikai adatokat olvasni arról, hogy több száz fővel megnőtt a bizonyos településeknek a lélekszáma. De sokkal bonyolultabb ez a történet, mint ahogy egy kicsit a DK leegyszerűsíti, bár nagyon van igazságuk, és ezen vitatkoztunk is itt a szünetben a Vadai Ágnessel. Nagyon sok igazságuk van abban, hogy sokan csalnak. Az Index oknyomozó riportsorozatot is közölt arról, hogy hogyan adnak-vesznek magyar állampolgárságot, hogyan élnek vissza a nyugdíj történettel, mert van egy ukrán-magyar államközi egy megállapodás, amelynek értelmében az Ukrajnában élő nyugdíjasok, magyar nyugdíjasok áttelepülhetnek Magyarországra, és itt az ottani állásuknak megfelelő magyar nyugdíjat kaphatják. Csak hogy ezzel sokan visszaéltek, persze gyárigazgatói papírokat szereztek Ukrajnába, és hogy itt minél több pénzt szereznek. Fantasztikus nyugdíjakat kapnak, tehát igen, több százezer forintos nyugdíjakat vesznek fel. A csalók. Néhányan. Tehát én attól óvok csak ebben a történetben, hogy ne általánosítsuk. Nem mindenki csaló ebben a történetben, van, aki jogszerűen jött át, nyilván. És a mindenféle politikai kampány azért leegyszerűsíti a dolgot, és üti őket. Aminek következtében egyébként olyan hatásai vannak, hogy a kárpátai magyarok arról számolnak be, hogy őket miért bántják, mert ők nem mindegyik kárpátaljai magyar, azért nem mondjuk azt, hogy mindegyik csalni jön Magyarországra.
És plusz még van egy olyan történet is, hogy sokan azért jönnek át Magyarországra, mert menekültek, vagy menekülnek az orosz-ukrán konfliktus elől, és nem szeretnék, ha besoroznák őket. Én konkrétan beszéltem olyan emberrel, aki az unokaöcsét bejelentette a saját házába, mondván, hogy szegény gyereket nehogy már elvigyék katonának. És vannak, akik választási csalók. És vannak, akik átjönnek, és tovább mennek, itt vannak bejelentve, de azért, mert hogy Németországban szeretnek munkát vállalni, és ezért bejelentik magukat magyar, van egy már uniós területen. És hát ezek szerint uniós állampolgárságuk is. És itt viszont felmerül egy kérdés, Lázár Ildikó kérdezi, hogy az hogyan van, hogy a jegyzők, ezt teszem én hozzá, ő azt kérdi, az okmányirodák simán bejelentenek több tucat, sőt, ugye tudunk olyanról, hogy egy házban 200 embert bejelentettek. Ugye ezt a DK oknyomozó riportja fette fel. Ez hogy lehetséges? Hát a rendszeren látszik? Hát látszódnia kell egy településen, hogy ott már 200-an laknak. Erre egy tárgya magyarázat, egy ilyen hosszúkás fehér dolog, papírból van, és borítéknak hívják. Szerintem erre ez az egyszerű és magyarázat. És a tartalma? Hát azt már nem mondom, mert nem akarom följelentsenek. Az már rendőrség. Jó, de ugye itt ebben akkor nagyon sok mindenkinek kell közreműködnie, vagy a megfelelő pontokon megvannak a megfelelő emberek, ahol hát az állampolgársági esküz zajlik. Rendszer. Persze. Tehát arról szól a történet, hogy ez egy kiépült rendszer, és ezt és üzemszerűen csinálják. Odát is. Tehát odát is. De én egyébként ismerek egy ilyen 40-es... De várjatok, odát is. A magyar állam bonyolítja az állampolgársági esküvel kapcsolatos valamennyi eljárás. Ott, hanem de, emberek ülnek ott. De a nyugdíjra gondoltam. De én nem a nyugdíjról beszélek, én arról beszélek, hogy valaki beballag, remekül beszél oroszul és ukránul, egy mukkot nem beszél magyarul, Viszont orosz, van orosz vagy ukrán neve van, és állampolgársági esküje magyar nyelven, papíron. Hát hogy? Hát ott a magyar állam képviselője előtt kellett a magyar állam képviselőjéhez átvándorol a boríték. De hát arról is hallani azért, hogy Erdélyben is tesznek olyan magyar állampolgársági esküt olyanok, akiknek még a felmenői között sem volt magyar. Tehát hogy azért vannak visszaélések mindenhol. Vonalban egy választási szakértő, László Róbert, akit kérdezek is. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy az, amiről mi itt beszélünk, és amit hallott az előzőekben, vagy amiről Vadai Ágnes beszélt Pol Péter feljelentése, vagy Pol Péter válaszlevele kapcsán, a rengeteg feljelentés, a rengeteg vizsgálat, a rengeteg ügy, ez a választási csalás kérdését mennyire befolyásolja? Ugye az áprilisi választás után az ellenzék egy jelentős része, és a DK mind a mai napig választási csalásról beszél, és olyan, mintha Pol Péter valamiféle beismerést itt egy dokumentumban meg is tenne, még ha nem is a választási csalásról beszél, hanem arról, hogy olyan emberek szavazhattak, akinek semmi közük Magyarországhoz. Itt sok minden csúszik össze. A rövid válasz az az, hogy egész biztos, hogy voltak visszaélések. Annak a mértékére volnék igazából kíváncsi, hogy ez mit befolyásolt és mit nem. Az az intuícióm, hogy ezen az nagyon sok minden nem múlott, de ettől még semmiféle csalás mellett nem lehet elmenni. Az egyik ügy, amit most a Pol Péter választóvele kapcsán kiderült, az az, hogy van, aki úgy kapott állampolgárságot, és ha jól hallottam, most a elmúlt néhány percben erről volt szó, hogy igazából nem is magyarok, de ez nem is ez az, ami az áprilisi visszaéléseket jellemzi, mert ezek az állampolgárok, akik megkapták a magyar állampolgárságot, de valószínűleg nem magyarok, őket alig ha a választáson való részvétel motiválta, őket sokkal inkább az érdekelte, hogy EU-s útlevelet kaphassanak és dolgozhassanak, utazhassanak a 20, akkor még 28 EU tagállamban, meg még most is, még egy rövid ideig. A másik probléma az választási szempontból az az érdekesebb, hogy vajon mi van azokkal, akik az állampolgárságot teljesen jogosan kapták meg, megvannak a magyar felmenőik, tudnak magyarul, megkapták a könnyített honosítással a magyar állampolgárságot. Igen, ám, de nem élnek Magyarországon, mégis kreáltak nekik lakcímeket a magyarországi határokon belül. Több ilyen esetet feltárta a HVG is, a Hír TV is, ami akkor még egy médium volt, és el is jutott a kúriáig, ez több ügy akkor még, és akkor volt a kúriának ugye ez a sokak által furcsának minősített végzése, hogy megállapította azt, hogy igen, itt egészen bizonyosan látszik az, hogy határon túlról szervezetten, nagy mennyiségben hoztak ide magyar állampolgárokat, akik valójában nem is laknak itt, mégsem lehet tökéletesen bebizonyítani, hogy itt ki volt a felbújtó és kinek az érdekében történt. Tehát az, hogy valami visszaélés volt, ezt leszögezte már a kúria is, mégsem marasztalt el senkit és nem tiltott el a további választási csalástól. Tehát igazából most nem tudtunk meg újdonságot, ezt eddig is tudtuk, ami a választási vonatkozást illeti.
mindig arra volnék kíváncsi, hogy vajon ez hány embert érint, hány embernek csinálod a fiktív lakcímet Magyarországon, és ennek érdekében talán kevesen tudják, hogy folyamatban van egy ügy, mi a TASZ-szal karöltve, mert tavaly április 5-én adatokat igényeltünk a belügyminisztérium illetékes szervétől, és ők megtagadták azt, hogy kiadják azokat az adatokat, hogy az azt megelőző 2 évben hogyan változtak a névjegyzéki adatok települési szinten. Mi arra voltunk kíváncsiak, 2 évre visszamenőleg kértük, hogy látunk-e valami kiugrást, hogy 2016, nem tudom, áprilisában még csak 1000-en voltak egy településen, májusban is 1000-en voltak, júniusban is 1000-en voltak, aztán augusztusban hirtelen már 1500-an. Tehát ilyen jellegű kiugrásokat keresünk, de még nem kaptuk meg ezeket az adatokat, a TASZ perre vitte ezt az ügyet, a tárgyalási időpontját még nem tűzték ki. Az mennyiben aggasztó, hogy ebben a dologban nyilvánvalóan a külföldön lévő magyar adminisztráció épp úgy benne van, mint különböző települések polgármesteri hivatalában dolgozók, akik 100 számra adnak ki egy lakcímre friss állampolgárságú embereknek lakcímigazolást, illetve jelentik be őket oda. Hát ha a bizonyosság azt nyer, hogy ebben részt vettek a magyar hatóságok közös bárki, akkor nyilvánvalóan az nagyon súlyos ügy, és annak meg kellene, hogy legyenek a következményei. Egyelőre én nem tudok arról, hogy ez bebizonyosodott volna. De hát el tudja képzelni? Lehetséges ez anélkül? Mindez lehetséges anélkül, hogy ezekben hivatalos személyek ne vegyenek részt? A lakcím bejelentés még akár lehetséges is, mert hogyha ott egy ingatlannak a tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy hozzá bejelentsenek 200 embert, akkor hát nem mondom, hogy nem életszerű az, hogy tehát kifejezetten életszerűen az, hogy ez a hatóságoknak ne szúrjon szemet, de nem feltétlenül kell, hogy tevékenyen részt vegyenek benne. Pungor András szeretne kérdezni valamit. Azt szeretném csak kérdezni, hogy meg lehet-e becsülni azt, hogy mekkora csalásra van ahhoz szükség, hogy szignifikánsan valahogy befolyásolja a választásnak az eredményét. Tehát nagyságrendileg, hogy hány embernek kell átjönnie ahhoz, hogy valamennyire befolyásolja. Akár egy mandátumhoz. Akár egy mandátumhoz, igen. Ez nyilván mandátuma választja, gondolom. Ez mandátuma, persze. Ez van, hogy akár egy is elég szélsőséges esetben. Tehát ha most a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 4-es kerületet nézzük, ami ott az ukrán határ mellett van, hogyha ott számított volna bármit, akár 5-10-20 plusz szavazat is, akkor ha az billentette volna ezt a mandátumot, akkor nyilván ez akár a 2/3 is meghatározhatta volna, de azt azért nem árt tudni, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jellemzően 10 000 szavazattal győzött a fideszes jelölt a második helyzet jobbikos jelölt előtt több Szabolcs megyei körzetben is, úgyhogy ilyen szempontból egyéni mandátumra egészen biztosan nem volt hatással. Viszont a győztes kompenzációnak köszönhetően ezek a plusz szavazatok, ezek mind-mind hasznosultak a listáságon. Na hát ott meg a nettó véletlen az, ami eldönti, hogy 1-2-3 plusz szavazat átbillenti egy mandátum sorsát, vagy esetleg néhány 100 000 sem billent át semmit. Történetesen 2018-ban ez volt a helyzet, hogy az a rengeteg külhoni levél szavazat, ami beérkezett, az ha kivonnánk a rendszerből, pontosan ugyanez benne a végeredmény. De ez szimplán véletlen, akár az is előfordulhatott volna, hogy ez 1-2 mandátum sorsát befolyásolja. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. A Politikai Kapitál választási szakértője László Róbert volt a telefonvonalban. Én nézem közben, hogy a kedves nézők mit írnak az atv.hu megy élő közvetítése ennek az adásnak, és ott alatta lehet a kommentekkel minket traktálni, és mi azt örömmel fogadjuk, hogyha írnak nekünk megjegyzéseket. És az általános vélemény az, hogy teljesen mindegy, minden rendszerben is mindig az a vége, hogy ha a hatalomért csalnak, ha kell. És szerintem ez nagyon leegyszerűsítő. Hát meg, hogyha ez a hozzáállásunk, akkor azt tudom javasolni, saját magunknak javaslom, mint amit Kövér László javasolt a 2002-es kampányban, hogyha emlékeztek, nem akarom megismételni. Tehát így nem lehet hozzáállni a választásokhoz, meg egyáltalán a közügyeinkhez, hogy úgy is csalnak, meg úgy se lesz jobb. Hát ha így állunk hozzá, akkor biztos, hogy nem lesz jobb. Mert még egy megjegyzést hadd tegyek az előbbi telefonos interjúhoz, hogy azért azt megjegyezni, hogy milyen érdekes, hogy a választási szakértő, vagy beszédes, hogy a választási szakértő készpénznek veszi azt, hogy azok, akik átjönnek, feltételes módban beszél, hogy akik átjönnek csalni, azok a szavazatok mind a Fidesz oldalán hasznosulnak. Lábjegyzet vége. Hát mert, hogy
Hát mert hogy... Ugye ki tudott ez ügyben mozgósítani, és kinek volt az elmúlt időszakban eszköze lehetősége nyilván, arra, hogy ezt megtegye? Nyilván csak, hogy arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ez egyébként rendkívül korrekten és tárgyalagosan és óvatosan fogalmazó választási szakértőnek is egyértelmű, hogy kinek állt ez érdekében. De hogyha belegondolsz a kettős népszavazás, vagy az állampolgárságról szóló szavazás eredményére, és az, hogy mekkora sebeket okozott Kárpátalján, Erdélyben a történet, ebben az őrületben belekergették egymást a pártok, és kiállt a mellett, hogy ez egy őrület, kvázi amellett, hogy ne adjuk meg, az a baloldal volt, és ez nagyon mély sebeket okozott. Beszéltem kárpátaljai újságíróval, és mondta, hogy ez a történet plusz sebeket okoz még ez az általánosítás, ami most zajlik. Majd a DK részéről? Akár a DK részéről, meg egyáltalán, hogyha ezt a témát felhozzuk, és általánosságban kezeljük a kárpátaljai magyarokat, hogy mindegyik csaló, abban a újabb szüget ütünk. Persze, itt nagyon igazságtalan, és értem is lehet tenni. Azt írja nekünk Tanainé Király Erzsébet, hogy ez a semmiféle honosítás története, amiről mi beszélünk itt voltaképpen. A bármi áron 1 millió honosított ember Magyarországra, és ezt úgy tették ellenőrizetlenül, és adtak olyannak is, aki magyarul nem tudott, sőt, hamis lakcímre is bejelentkeztették őket, mert csak is a szavazatszerzés volt a szándékuk, írja ezt ő. De egyetértetek ezzel? Nem gondolom, ez erről szólt? Itt nagyon sok komponensű volt hogy ez a törvény megszületett. Szerintem egyébként nagyon fontos komponense volt az is, hogy a Jobbik ugye ezt követelte, és a Jobbik alól ki kellett húzni ezt a széket, hogy ezzel ne tudják támadni az egyébként magát jobb oldalának nevező kormány. Szerintem benne volt, ha tárgyalagosak vagyunk, benne volt az is, hogy a Fidesz valamit ígért a 2004-es decemberi szavazásnak a kompenzációjára a határon túliaknak, és benne volt biztosan az is, 2010-ben hozták ugye egyből ezt a jogszabályt. Benne volt biztosan az is, hogy hittek benne sokan a Fidesz. Van egy fontos megjegyzés Pap Gábortól, azt írja, hogy olvastak már székelyföldi kommenteket? Én még ellenzékit nem olvastam egyáltalán. Tehát, hogy a székelyföldről kommentelők, akik különböző cikkek alá a véleményüket megosztják, ők alapvetően Fidesz szavazók, ezt tehát elérte vele de a Fidesz. Lehet politikai véleményük nekük is, meg szavazhatnak ők a Fideszre, ez szerintem semmi probléma nincs. Mondom, a baloldal nagyon furcsán kezelte a határon túli magyarok kérdését már nagyon hosszú ideje. Igazából nem találják kapcsolódási pontot. Féltek a történettől, féltek attól, hogy nacionalistának bélyegzik őket, egyszerűen féltek mint a tűztől, és iszonyú károkat tudtak ezzel okozni. Ugyanakkor akkor ne csodálkozunk persze, hogy az erdélyek vagy a kárpátaljai magyarok azok nincsenek. De hát beszélgettem szlovákiai magyarokkal, akik viszont meg baloldaliak, és a baloldal támogatnak, persze elenyésző kisebbségben vannak többnyire, de léteznek ilyen emberek, de ez egy hibás baloldali politikának a következménye, amit beláttak már, hát annak ide Mesterházi Attila is kiment Erdélybe, tehát volt egyfajta, igen, egy kanosszajárás azért, hogy mert a baloldal az régen, a népi baloldalra gondolunk, mert nekik volt egy ilyen szárnyuk, azok az MSZP-n belül. Azért mégis az erdélyi látogatásról a kopjafa állítástól elkezdve, úristen, ma már kopjafát mondunk, akkor mindig a Jobbik jut eszünkbe, pedig ez egy teljesen természetes volt, hogy a baloldali ember is tesz az erdélyi vagy a kárpátaljai magyarokért. Ez 2004-ben vált el nagyon hosszú távú hatásokkal. Hát de előtte se tettek gesztusokat, finoman szólva. Emlékeztek még, hogy kezdtük ezt a beszélgetést? Hogy meglepő volt, hogy Polt Pétertől érdemi választ kapott Vadai Ágnes. Kiállt egy bíró, egy volt bíró, mondhatjuk, hogy ez kicsit gyengíti a szavait, de szerintem egyáltalán nem gyengíti, hiszen ettől volt bíró, december közepén állt fel. Úgy hívják, hogy Kevicki István, ő a fővárosi törvényszék bírája, és elmesélte, hogy miért állt fel. Például azért, mert úgy gondolta, hogy a bíráskodás étosza, az tűnik el azzal, hogy az egész rendszer úgy működik, hogy akiket az ügyészség odaenged, azokkal szemben lehet eljárni, akiket pedig nem enged oda a megfelelő kormányzati kapcsolatok miatt, azok ártatlanul maradhatnak szemben másokkal. És példaként hozta azt, hogy itt volt az Olaf által vizsgált Eriósz ügy, amivel kapcsolatban nagyon sokan azt hitték, hogy na most egy nagy ügy lesz, ő pedig biztosan tudta, hogy bíró elé nem is fog kerülni a történet. Szerinte innentől kezdve nem lehet arról beszélni, hogy Magyarországon a bíráskodás, a jogszolgáltatás rendben lenne. Ti hogy látjátok?
Jaj, de nehéz megszólalni. Engem nagyon letaglózott ez az interjú, amely azért hangozéke, hogy a Magyar Hangban jelent meg. Így van. Mert annyira a csontjáig hatol a rendszernek, és azt mutatja meg, hogy gyakorlatilag a mindennapokban hogyan működik ez a rendszer. Válasz online jelent meg, a kollégák jelzik. Bocsánat, nekem. Tévedtem. Legyünk pontosak, ha idézzünk, legyünk pontosak. Mind a kettőben barátok dolgoznak, és azért keverhettem össze. Szóval a rendszer velejéig hatol, hogy hogyan működik nap mint nap ez a rendszer. És olyan természetességgel mondja el, amit mondjuk a bíróságokról eddig nem tudhattunk, hogy mondjuk Handó Tünde hogyan viselkedik a többi bíróval, hogy hogyan kerülnek oda, vagy hogyan nem kerülnek oda, ami nyilván az érdekesebb a bírók elé az ügyek. Egy pillanat volt, ami nagyon, nagyon megragadott engem, amikor kérdezi tőle az interjúvóló, gondolom akkor Stumpf András volt, hogyha a Válasz Online-on jelent meg, kérdezi tőle az interjúvóló, hogy nem kellett volna bezárni a teremajtót, és akkor csak ott a kis mikrovilágába foglalkozni, és ott mondja el ez az ember, elnézést, nem jegyeztem meg a nevét. Kevicki István, hogy nem, mert nem működhet mégsem így ez az ország, és valakinek föl kell állnia. Azért ne felejtsük el, hogy ezek a bírák ugye egyrészt járnak egyetemre, utána 6 évet bojtároskodnak, majd 8 év múlva tudnak egy bírói kinevezést elnyerni. Tehát egy ilyen egzisztenciát adott föl ez az ember, tehát azért becsüljük meg ezt a pár embert, aki hajlandó is kész feladni az egzisztenciáját az elveiért. Aha. Nekem ez az egész történet arra figyelmeztet, hogy hova vezet az a politika, ami úgy működik, hogy én azt mondom, hogy nekem van erőm, és megtehetek bármit. Mindig beteszem a lábamat az ajtóba, mert megtehetem, és mindig betette a lábát a Fidesz valamilyen ajtóba, és ott benne a szobában aztán olyan kuplerájt rendetlenséget, nem tudom mit csinált, amit csak lehetett, és olyan dolgokat, lásd most a Tudományos Akadémia sztoria, lásd akár ez az igazságszolgáltatás története, de lehetne sorolni végtelenségig az újságíráson át minden területet, amit tönkre zúztak, nem azzal zúztak tönkre, hogy megszüntették, hanem a szellemiségét tették tönkre az Alkotmánybíróságnak. Hol van már a láthatatlan alkotmány, amit betűben nem lehetett foglalni, mert mindenki tudta, hogy igen, az alkotmány mögött létezik valami szellemiség, amit mindig be kell tartani. Sehol nincsen. Darabokra törtek csomó mindent, azért, mert megtehették. És ez a szemlélet az, ami borzasztó, és ez a szemlélet látszik itt is, mert megteheti Handó Tünde, mert megtehetik a Polt Péter is, aki egyébként még a kezdet-kezdetén volt szerencsém az látni ombudsmanként, amit művelt, egészen, hogy mondjam, egy ilyen bátor jogász volt. Erről valószínűleg majd drámát írnak egyszer, hogy jut az ember ide. A lemondott bíró meg a hirtelen, bár pár mondatot még megengedett magának, de mégis azonnal lemondó kuratóriumi elnök, aki a Fidesz média holdingjának, média alapítványának kuratóriumi elnöke volt, Varga István. Ez mennyire mutatja azt, hogy kézben vannak tartva az emberek a Fidesz környékén? Akár legyen az bíró, és azért van a Fidesz környékén, mert magát az igazságszolgáltatás gyűrné maga alá a Fidesz, akár egy média holding élén. Szerintem becsüljük meg a mi saját magunk helyzetét azokon a kis szabadságszigeteken, ami még létezik, akár a 168 óránál, akár ebben a stúdióban, mert szerintem sokkal rosszabb azoknak a kollégáknak, akik a NER kiszolgálói, újságíróként, publicistaként, egyáltalán médiában dolgozóként, hogy rosszul is tartják őket, és ezen kívül még a főnökük a fejükre mondja, hogy ti nem tudtok írni sem. Tehát ezek az emberek gyakorlatilag rabszolgák. Tehát én azt gondolom, hogy becsüljük meg a saját magunk helyzetét. Itt az a híres mondás, hogy a hír szent, a vélemény szabad, itt nincs vélemény. Tehát vélemény nincs, nem mondhatod el. Nem, ha olyan persze, lojalitás van a világon. Amikor az ember egy médiumnak az élén dolgozik, akkor óvatosabban nyilatkozik, mert lojálisnak kell lennie a saját, hogy mondjam, médiumához. De azért
azért van olyan dolog, amit ki lehet mondani, amit igenis az ember személyiségéhez vagy véleményéhez hozzá. Ulyas Balázsnak, Pungor Andrásnak köszönöm. Önöknek is rengeteg komment érkezett, ezeket külön köszönöm. Nem meglepő módon a leginkább a kettős állampolgárság vagy a betelepülők és az ő szavazati joguk váltottak ki a nézők érdeklődését, amire holnap is számítunk itt a Spiriten is, mert holnap is lesz egyenes beszéd. Ezt most viszont híradó élőben. Viszontlátásra, szép estét!